A 2022. szeptemberében induló képzésekre országosan összesen több mint 99 ezeren jelentkeztek. A felsőoktatásban tovább tanulni vágyók többsége 19 éves, őket viszont a 27 év feletti korosztály követi. A Nyíregyházi Egyetem ugyan nincs az országos top 100 felsőoktatási intézmény között, de több mint 13%-kal nőtt a jelentkezések száma tavalyhoz képest. 1428-an jelölték meg első helyen az intézményt, összesen pedig 4400-an képzelnék el továbbtanulásukat Nyíregyházán. A legnépszerűbb szakok továbbra is a országos trendekhez igazodóan a gazdálkodási és menedzsment, az óvópedagógus, illetve a repülőmérnök alapszakjaink. Felsőoktatási szakképzések vonatkozásában ugyancsak a gazdálkodási tudományterület, a mérnöki területek és a programozó informatika azok, amelyek szép eredményeket mutatnak. A tapasztalatok szerint a hallgató jelöltek körülnéznek a munkaerőpiacon, és ez alapján választanak szakot. Gazdasági vonatkozást szinte mindenhol találnak, ezért lehet évek óta töretlenül népszerű a gazdálkodási és menedzsment szak. Sőt, ezzel terjeszkedni is szeretne az intézmény. A Nyíregyházi Egyetem tervei közt szerepel, hogy kihelyezett képzésként Máté Szalkán és Kisvárdán is indítson képzéseket. Az első helyes jelentkezések alapján a csecsemő és kisgyermekgondozó szakunk Máté Szalkán már olyan számokkal mutat, amelyeknek azt gondolom, hogy az indulásában biztosak lehetjük. Oda még várjuk gépészmérnök képzési területen a jelentkezéseket. Kisvárdán sport és rekreáció szervező, illetve gazdálkodási és menedzsment területen tervezünk kihelyezett képzéseket, illetve portfóliónkban újdonság, hogy amit a felvi.hu honlapon is láthatnak, hogy távoktatásban is ajánljuk, mint munkarend a jövőben képzéseinket. A tanszékvezető hozzátette, a 21. században a szakok képzési és kimeneti követelményei már nem feltétlenül csak ismeretanyagot jelentenek. Olyan képességeknek és attitűdöknek is birtokában kell lenni, amelyek később a hatékony elhelyezkedés segítik. Ezért fontos, hogy a szakmai tudás mellett a tanuló képességet, a szakma iránti igényességet és a változás indokolta rugalmasságot is elsajátítsák a hallgatók.